A csúcsra érünk, sziasztok, köszöntelek benneteket, legalábbis az idei év második hőhulláma szerdán, azaz holnap tetőzik, viszont érkezik egy hidegfront is, amely fölöttünk jelentősen lelassul, ennek köszönhetően heves záporok, zivatarok kíséretében néhány fokkal mérséklődik a meleg, majd péntektől ismét szárazabbra fordul időjárásunk is érkezik az újabb, nagyobb mennyiségű afrikai eredetű légtömeg. Az említett folyamatokat illetve azok nagy részét láthatjátok ezen az animáción. A közeledő frontrendszer előtt még nagyon meleg levegő áramlik, aztán fölénk ér a frontrendszer csütörtökön, majd péntektől, miután távozott a frontrendszer, ismét egyre melegebb levegőbe a kezdődik meg amely a hétvégén válik egyre intenzívebbé. Az előttünk álló éjszaka nagy részt derült idő lesz még kezdetben, aztán az éjszaka második felében főleg az ország északi részén már több lehet helyenként a gomoly felhő, és zápor zivatar kialakulása már nem kizárt, de azért alapvetően nem ez lesz a jellemző. A hőmérséklet minimum értéke tághatárok között lesz, általában 13 és 22 fok közötti értékekre lehet számítani, az alacsonyabbakra hidegre érzékeny helyeken, míg a magasabbakra 20 fok körüli vagy a fölötti értékekre a nagyvárosokban, a tópartok, vízpartok mentén, illetve az északnyugati tájakon, ahol már éjszaka is lengedezhet a légmozgás, illetve erőteljesebb lehet némivel az ország többi részéhez képest. Aztán holnap nap közben már erőteljesebb lehet a fátyolfelhők felhők mellett a gomoly felhő az ország túlnyomó részén, de emellett is azért még sok napsütésre számíthatunk. Viszont elsősorban, illetve nagyobb eséllyel az ország északi északkeleti keleti részén már kialakulhatnak napköz, napközben is hevesebb záporok, zivatarok, akár felhőszakadás, nagyobb méretű jég, illetve viharos, erősen viharos szélökések kíséretében lokálisan, és a hőmérséklet csúcsértéke még 30 fok fölött lesz az ország nagy részén a déli tájakon akár a 35 fokot is elérheti, meghaladhatja. Egyébként ott sem lehet teljesen kizárni napközben is egy-két hevesebb záporos zivataros góc kialakulását, de várhatóan nagyobb területen hevesebb eseményekre majd az esti késő esti óráktól lehet számítani nyugat, észak-nyugat felől, és csütörtökön, amikor fölöttünk lesz a frontrendszer, Többfelé, több hullámban lehet számítani, záporesőre, zivatarra, akár heves zivatarra továbbra is, miközben a hőmérséklet, a maximum hőmérséklet tághatárok között alakul, az ország északi részén már inkább 30 fok alatti értékekre lehet számítani. Még a déli délkeleti határon az érkező frontrendszer előterében, közvetlen előterében még előfordulhatnak 35 fok körüli csúcsértékek is. Aztán péntekre ott is visszaesik valamelyest a hőmérséklet néhány fokot, de látjátok, hogy nyári idő várható az ország túlnyomó részén még ekkor is, aztán hétvégén a száraz időben újra melegedés kezdődik, és láthatjátok, hogy vasárnap az ország túlnyomó részén már újra 35 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk a sok napsütés mellett és az éjszakai hőmérsékletek sem lesznek alacsonyak, kevésbé lesznek frissek, tehát az éjszakák továbbra is. Várhatóan a jövő hét elején is kitarthat a nagyon meleg időjárás. Én ezekkel a hírekkel búcsúzom, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ellenkező esetben ezt ne tegyétek meg, minden esetre érdemes továbbra is minket követni az itt feltüntetett csatornáinkon. Kellemes napot kívánok nektek, sziasztok!